Sziasztok, én Black Fox vagyok, és ismét jelentkezek egy kis Black Desert-tel. Múltkor az egyik videóm alá kaptam egy olyan kérést, vagy javaslatot, nem is tudom, hogy mondjam inkább, amin már én is nagyon gondolkodtam, ezért úgy döntöttem, hogy belevágok. Mivel nem tudok mindent mindig bemutatni, elmondani, vagy éppen nem jut eszembe, amikor ugye a tippek és trükkök videót csinálom, ezért elkezdek egy ilyen, hát nem teljesen végigjátszás szerűséget, de mégis valami olyasmit. Ugye csinálgatom a küldetéseket, megmutatok egy-két dolgot, ami éppen aktuális a játékban, és ezzel így talán tudok nektek egy kicsit segíteni. Most ehhez ugye csináltam egy új karaktert, ez egy valkűr, alapból ugye nem ilyen ruha lenne rajta, meg nem ilyen felszerelés, de hát azért már, hogyha már nagy szinten vagyunk, akkor már miért ne dobjunk rá egy pár felszerelést. Ezt a páncélt amúgy meg lehet szerezni egy küldetés sorozaton, amit itt találunk. Ezt a küldetés sorozatot érdemes megcsinálni, elég jó ajándékokat kapunk belőle. Például inventory bővítést, aranyat, köveket, XP-t, miket kapunk még, botikat, kapunk az jó dolgokat, energiát töltünk, XP, poti, kötél, igen. Lényeg az, hogy tehát kapunk egy pár dolgot, ami azért tud hasznos is lenni, és itt jönnek, amik tényleg hasznosak. Most volt egy event, erről még sokat nem beszéltem ugye a videó miatt, egy tündér event, ami elvileg, ha minden igaz, még most is működik, már úgy értve, hogy a lényeg az, hogy egy ilyen kis tündér segédet tudunk kapni, és ennek a tündér segédnek annyi a szerepe, hogy van négy tier, van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ezeknek különböző nevek van. Az első az Faint, második az a Gribbling, és utána van még egy R is, egy B betűs. És lényeg az, hogy minél nagyobb a szintje, annál több skill tud használni, alapból mindegyik luck egyet ad. Van olyan képesség például, ami a sivatagba ad, magát adagolja, hogy a vizet, meg a csillagteát, mert ugye ott éjszaka fűteni kell magadat, vagy melegíteni pontosabban, nappal pedig ugye hűteni vízzel, vagy ilyen súlycsökkentés, ez például a potit adagolja 4 másodpercenként, és úgy, ahogy én állítom, tehát beállítatom az, hogy vagy ugye energiatöltő, de én például beállítatom azt, hogy tehát hogyha már egy HP-m lemegy, akkor már ad, hogyha 90%-ig megy le a HP-m, akkor azután ad. Jó kis dolog ez. Van olyan, ami például víz alatti légzés segít, ha jól emlékszem. Többféle van. Van olyan, ami folyton világít, tehát ilyen lámpás úgymond. Úgyhogy elég érdekes dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezt el tudjuk kezdeni magát, ezt a egészet, és ilyen szárnyakat tudunk horgászni, favágással kaphatunk, tehát nagyjából ilyen random droppoló item, elég ritka, de elvileg még ha minden igaz, még most is kellene, hogy kaphassuk ezeket, és ezeket itt a Kamaszilvia templomban tudjuk beváltani egy tündérné, amit úgy kell, hogy először is elvégezzük ugye ezeket a küldetéseket, ugyanis a küldetés, ami kell hozzá, az a witch hunting, és ahhoz, hogy így ezt elérjük, meg kell csinálni az előző összes küldetést. Úgyhogy érdemes végigcsinálni. Például azért is, mert a legvégén mondjuk kaphatunk egy ilyent, amit most én is hordok. És ez alapból 48 páncélt ad. Na már most, ha megnézzük a piacon az armorokat, akkor 15-ös armor az nagyjából annyit ad, mint a miénk. Egy 14-estől jobb, egy 13-as,
14-es, szóval egy 14-es páncélnak felel meg durván. És most ha azt nézzük, hogy egy 14-es páncél teljesen ingyen kapunk, nem 11 millióért, az szerintem nem rossz. Ráadásul pontok például ilyen helyzetre tökéletes, hogy most én csináltam egy új karaktert, pénzt nem akartam a páncélra költeni, és így akkor befog. Viszont akkor a rizsából egyelőre szerintem ennyi elég, elnézést is kérek, hogy ennyit beszéltem, de szerintem ezt így el kellett mondanom. A jövőben kétféle videó lesz még, az egyik egy ilyen montázs videó, ilyen vicces videó, az majd csak a érettségi lecsengése után, ugyanis most meg érettségi időszakban vagyok sajnos. A mi viszont várható, és valószínűleg, hogyha ez a videó fog előbb felkerülni, akkor egy-két napon belül várható, az pedig egy új sorozat, ami a tippek és trükkök mellett fog futni, és ez a heti hírek lesz, aminek ugye a szerepe az lesz, hogy a aktuális híreket elmondjuk, ugyanis most egy nagyon nagy patch érkezett, fog és fog érkezni, ugyanis be fog jönni az új karakter, de erről majd abban a videóban beszélek, úgyhogy akkor szerintem csináljuk. Hívjuk elő a kis nuggetsünket. Oké. Tere, elmúvár. Para, elmúvár. Beszélgetünk ezzel a manusszal, ma fölmentünk 6-osra, hát mondjuk elég kevés az a játék amúgy, amiben 10 másodperc alatt 6-osok leszünk, de... Ja. Igen. Még ugye ezek a kis alapküldetések, hogy megtanulsz használni a karakter, stb. 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 Alapjáraton béna leszek ezzel a karakterrel, ugyanis hát ugye tudásom vele annyi, mint egy bánok edli. Oké, van rajta egy ilyen charge-szerűség. Fikuszom van? Fikusz kukisz. De csak kajám nincsen hozzá. Fuck. Fikusz kukisz. Van ám egy felesége is. Tudjátok, hogy hívjak. Foltissima. Foltissima, lefelejtem a mikrofonomat. Mikrofon. Mikrofon. Direkt mondom, hogy mikrofon. Igen. Nem ezt akarjuk, hogy szellemgezit hívjuk. Adjad. Adjad az életet. Ez az. Ez az. Jó lesz. Ez az. Igen. Kurva uncsi az alapár küldetés. Nem baj. Nem túl keresni sajnos. Gyere elő. Ja, pénzt. Kilenc. Level 9. Kíváncsi vagyok, hogy a kúba tűvel csinál valamit. Aha, védekezik. Igen. Oké.
Igen, nézzük, mit adtál nekünk. Oh, egy új kard. Remek. Nézzük, milyen képességünk vannak. Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. Anyádat. Na, bocsánat. Hát itt mi oszkodik már? Azt hiszi, hogy ő szarja a spanyol vész, de hát ez hazugság, mert én szarom. Álmaimmal. Igen, lefele F. Lefele F, igen. Mi? Q space. Na nézzük. Remélem azt is használtam meg, azt. Q space. Ez. Ehhez a karakterhez. Nem. Minden karakternek más stílus. Mivel most egy kicsikét már nagyobb voltam már a helyzet magaslatán. Ezért nem vettem be, de a következő részben majd berakom a legelejére, hogy mik a karaktereknek a jellemzője. Hátha az is segít valakinek a választásra. Hey, we are number one. Captain Cliff is the hero of Hyde. Azt amúgy sajnos tudni kell a játékról, hogyha valaki a... Hogy is mondják ezt a nagy hihetetlen története miatt kezdje ezt a játékot, az sajnos valószínűleg csalódni fog. Az sajnos valószínűleg csalódni fog, mert nagyjából a küldetések ennyiből állnak, hogy odamész az emberhez, és akkor plagy végig plattyogatosz. Szevasztavasz. Ez inkább maga a sok színűség miatt jó ez a játék. Csak folyóval Minecraftnak szoktam mondani, mert olyan, mintha tényleg Minecraftozná, nagyjából meg bármit tehet, bányászhat. Csinálhat ilyen kis gyárszerűségeket, ezt csinálhat, azt csinálhat, sok mindent csinálhat. Hajózhat, horgászhat, craftolhat, főzhet. Why is Aiden so late? Nincs meg szava, hogy mikor mit csinálsz. Aiden in the stone chamber? Nyomathatott klámba, az a szébe, vagy egyedül. Jaj, de hülye vagyok. Hát most akkor egy vágás következik. Majd mindjárt megértetek, hogy miért. Itt is vagyok egy kisebb vágás után, nem történt nagyjából semmi, csak visszaszaladtam a városba, mert ott leraktam a lovamat, ugyanis van egy trükköcske, ami az, hogy
Remélem nem hallatszik bele a kutyaugatás nagyon. De nem csukom be az ablakot, mert tök meleg van, úgyhogy meghalni nem szeretnék, sajnálom. Hogy ha van több lovad, akkor most például az én karakterem, a fő karakter, az itt van, és itt van vele a ló. De viszont, hogyha én a mellék karakteremmel ide lerakom a lovat, és berakom a istálóba, akkor a mellék karakteremmel kivehetem, és használhatom azt a lovat. Szóval, ja, elég jó. Tudt. Megpróbálok minden ilyen napró részletet elmondani, hát ha ezzel is tudok segíteni. Magyarul ugye ezért is van ez a sor. Bocsánat. Emlékeztetett Walker. Must be destiny that brings you here. Experience will show you the way. It must be destiny that brings you here. Move towards the light. Most például kaptunk egy táskabővítést. Táskabővítést sajnos nem lehet berakni raktárba. Szóval így nem lehet összekombózni azt, hogy most van egy főkarim, és akkor arra feloldok 190 izét, mert hát akkor szerintem mindenki ezt csinálna. Úgyhogy sajnos nem opció. Oh. Sok szmatyi. Egy szatyi. Olyan gyönyörű vágás a gyerekek, hogy még a ők unokája is megérzi a fának. Tanítani lehetne még a déd unokája is. Ezeket a sebeket fogja nyalogatni. Yes. 50 szintig olyan könnyű a játék. Még. Hogyha valaki azt hiszi, hogy 50 szintig a játék egy könnyű játék, kicsit kényelmes a helyzem magam, remélem én is jó haladok, akkor az nem tudja, mi vár rá. Nem. Érdekes, mert mondjuk ez a gyors izé, ez a... Hogy is hívják már? Sebes lépés, vagy mit tudom én. Teleportálásszerűség, ez hiányzik egy kicsit. Biztos sokkal jobb, igen. Már csak 43 már. Rosszabb, hát azt szerintem föl is veszem. Pathal. Nem ez a neve, de én most Pathalnak hívom. Lord Pathal. A második dinasztia fő pacalja. Ez. Új karakterrel amúgy jól lehet farmolni a contribution pointot. Ugye ezekkel a küldikkel megy a contribution point, úgyhogy már abból egyet kaptam is. Jól lehet használni őket ilyen energiafarmra. Például most mondok egy példát, tehát elég lassan, de ha nézzük a másik karakteremet. Akkor itt ugye látszik, hogy mennyi energiája van. Tehát ugye mi az energiája. És így például olyanokat lehet csinálni, mit tudom én mondjuk.
Mondjuk. Mindjárt megmutatom nektek például a tejszerzési lehetőséget. Mert például az is egy jó opció. Az visszamegyünk gyorsan Oliviával. Majd inkább azt a következő videóban, úgyis lesz még több rész is ebből a videóból. Nem akarok mindent egy videóban lezsúfítani. Lényeg az, hogy például tejszerzésre is jó. Különböző dolgokra, például van olyan is, hogy 50 vagy 100 vagy 200 energiát beváltott, és akkor az eltárolhatod, és akkor az mondjuk 50-ért egy ilyen 10-es energiapalackot kapsz. 200-ért ilyen 50-eset talán, vagy 30-asat, pontosan nem tudom. De azok ilyen több milliókat érnek, szóval akár pénzfarm is lehet, vagy egyszerűen mondjuk nódot fejleszteni. Mondjuk szerintem a nód fejlesztés az nem működik, mert működik? Beszarok, hogyha működik. Ó, de hogy nem működik, elnézést kérek. Akkor nódot is lehet fejleszteni. Őszintén nekem ugye ez az első új bot karakterem, szóval a nódokat is tudjuk fejleszteni. Említésképpen megemlítem ezeket is, de ezek majd inkább a tippek és trükkök videó 5. részében fognak szerepet játszani. Vannak ilyen munkásaim, és ezekkel a munkásokkal termeltek. Most például egy ilyen nagy termelő központot csináltam Altinovába, bekötöttem itt ezt a két helyet. Ezekből a helyekből pedig Bag of Moody Water-t és Purify Water-t lehet nyerni. Hát körülbelül egy ilyen 5-6 nap alatt, 7 nap alatt termelte ki eddig ezt. Ez durván egy olyan 3 millió eddig. És ezeknek a munkásoknak 4 szintje van, és hát 5 pontosabban van, így a sima munkás, akkor ez a zöld színű munkás, a skilled munkás, a professzionál munkás, és a lapsa. Az a betűs. A Prince, vagy nem tudom, nem jut eszembe, őszintén most bocsánat. Lényeg az, hogy azok a legjobb munkások, és ugye láthatjuk, megmutatom nektek, hogy itt vannak különbségek, például itt ennek a work sebessége, ez csak 30, a skillednek 54, ő neki 60, bár ő egy ilyen különleges, mert ugye is vannak különböző pontok a térképen, ahol azzal a módszerrel, ugye, mint amikor beszélünk egy karakterrel, oda megyünk hozzájuk, és akkor beszélünk velük, 500 ezt majd elmondom a tippek és trükkök videóba, akkor meg tudjuk őket szerezni, például őt innen lehet megszerezni. Elmegyünk hozzá, beszélgetünk vele, és ha 500 ilyen pontot összegyűjtünk, akkor meg tudjuk őt vásárolni 100 000-ért talán, vagy 10 000-ért, pontosan már nem emlékszem, és így egy ingyen munkást kaphatunk, hát nem ingyen, de hát, ja. Neki pedig ilyen különleges képessége van, neki például van egy kis esélye arra, hogy amit elkészít, annak a 100%-at visszaadja. Ennek a professional work-önök például 73 van, az is számít, hogy melyik fajba tartozik, a goblinok a legjobbak, gyorsaságilag viszont nagyon kevés a staminájuk. Itt is például embernek 20 van, ennek 30, viszont a ember 80-nal dolgozik, szóval 10 szintenként kapunk egy ilyen fejlesztési pontot, ez egy olyan fejlesztési pont, hogy ha ezt elindítom, 24 órá múlva fog elkészülni, és ez nem olyan, hogy 100%, hogy sikerül, tehát ez olyan, hogy egy ilyen lutriszerűség. Valakik azt mondják a fórumon, olyat olvastam, hogy valaki azt mondja, hogy elvileg számít, hogyha nagyobb szintű, valaki azt mondja, hogy egyáltalán nem számít, szóval elvileg randomitás alakul ez az egész, szóval 30 szint, 3 lehetőség van, hogyha 3-ból nem megy föl, akkor azt ajánlják, hogy érdemes cserélni. Kivéve, hogyha nagyon jó a izé, tehát mondjuk egy például egy skilledet, vagy egy ilyen zöld színűt, az 100%, hogy le kell cserélni olyankor, ha nem sikerül. Na, viszont közben menjünk tovább, mert még igencsak elbeszélgettem itt. Tehát, elsős. Mennyi? Amit szabad Jupiternek, nem szabad a főzeléknek.
főzelék fontos, főleg fasírta. Mert hogyha nem eszek a főzelékhez fasírtot, akkor nem igazi a főzelék. De a fasírt se igazi főzeléknek. Oh, megkaptuk az első. Bost! Juanito, Esteban, Rosalitát. A spanyol Viagra harcost. Valószínűleg szerintem már ennyi is lesz ez a videó, mert ma eléggé fáradt vagyok. Majd a következő részben szerintem beszélek a milyen csodáról, a fekete piacról is, mert az is érdemel, megérdemel egy kis szó. Egy kis szót, úgyhogy hamarosan jön majd a 5. rész is a tippek és trükkökből. Gyere, ez az. Jaj, de gyönyörű vagy. Van valamilyen kisebb dolgozolgatás fajta. Jó. Majd belejövünk ebbe a karakterbe is. Ugye ez egy kicsikét totálisan más, mint a twistikem. Jó. Hát akkor szerintem mára ez a videó ennyi lett volna. Holnap majd akkor, hát nem holnap, legközelebb. Már félre beszélek. Szóval ettől a küldetéstől fogom folytatni. Szóval viszem majd tovább a küldetést, úgyhogy én Black Fox voltam, ha tetszett ez a videó és még szeretnétek ilyet, akkor iratkozzatok föl és nyomjatok egy lájkot a videóra. Hogyha valami kérdésetek van, vagy tudok nektek segíteni bármibe, vagy netán jelentkeznétek a klánba, akkor nyugodtan írjatok a videó alá, vagy vegyetek fel a játékba. A klánról még annyi, hogyha jelentkeztek a klánba, akkor vegyétek figyelembe, hogy most kezdő játékosokat keresünk a klánba, tehát olyan 1-2 hete játszó játékosok és olyan 56-os maximum szintű játékosokat keresünk a klánba, inkább ugye mi a baromkodásra megyünk. Hamarosan lesz majd közös videó ugye a fiúkkal is, hogy együtt baromkodunk, úgyhogy live-ok is lesznek már hamarosan mind a YouTube-on, mind a Twitch-en egyszerre. Csak hát ugye most a érettségi miatt nem nagyon volt időm, úgyhogy majd lesz, úgyhogy sziasztok!